Március 30-án vasárnap átadták a felújított és kibővített Erzsébet téri kulturális központ és parkot. A nettó 2,5 milliárd forintos beruházással több mint egy évtized után lezárult az Erzsébet tér felújítása. Újra megnyitott a kapuit az akváriumklub, a Design Terminál és a Fröccs terasz. Vasárnap egésznapos kulturális és családi programokkal ünnepelte a város, régi új terének visszatértét. Az Erzsébet téri kulturális központ és park átadásával hosszú, korábban egy évtizeden át húzódó beruházás befejezését tesszük hivatalossá. Ahogy a 2010-et megelőző városvezetés a látványos PR kommunikációval párhuzamosan számos közteret, létesítmény, beruházás, felújítást hanyagolt el Budapesten, úgy az Erzsébet teret is. Az Erzsébet tér 10 évvel ezelőtti septiben tartott átadására sem fejeződtek be olyan munkálatok, amelyek az eredeti elképzelésekben szerepeltek. Így az építmény egyes részei kihasználhatatlan, szerkezetkész állapotban maradtak, más részein elemi hibajavításokat sem végeztek el. Hosszú évek mozdulatlansága után érzékelhetővé, kitapinthatóvá válik Budapest gyarapodása, fejlődése. Egy kusza város lassan egészséges élettel telik meg. Az Erzsébet tér az nem más, mint a belvárosnak a szíve. És óriási öröm tölt el, mert a mai napon egy megújult szív kezd lüktetni a belvárosban. Soha olyan jó 8 esztendőnk nem volt a belvárosban, mint az elmúlt 8 év 2006 óta, hiszen szinte megújítottuk a belváros nagy részét. Köszönhetően főpolgármester úrnak és a fővárosi önkormányzatnak,